A lovas iskolások is farsangoltak. A diákok kifestve, maskarákban versengtek a számukra szervezett ügyességi játékokban. A lovardai játékokat követően a kollégiumban folytatódott a mulatság, itt már a tanárok szórakoztatták a diákságot frenetikus előadásukkal. Lovasiskolások is farsangoltak a pedagógusokkal együtt, és ahogy most már egy-két éve ezt megszokhattuk, két részre választottátok a farsangi mulatságot. Az első része egy tréfás, játékos, vetélkedős, beöltözős, kifestős dolog volt a fedeles lovardában, ahol elsősorban a diákok versengtek, de a pedagógusok, tanárok is beszálltak ebbe a buliba. Igen, mi is szeretnénk már, hogy vége legyen a télnek, tehát mi is beszálltunk a télűzésbe, a farsangolásba, és igen, a fedeles lovardában a diákoké volt a főszerep, de sajnos ugye az influenza járvány minket is egy kicsit megtizedelt, tehát nem minden osztály tudott kiállítani megfelelő létszámú csapatot, ezért pedagógusoknak, osztályfőnököknek, oktatóknak be kellett szállni, hogy kiegészítsék a hiányosságokat. Milyen játékokkal szórakoztattátok egymást, magatokat? Gyakorlatilag olyan játékok voltak, amit egy lovas versenyen is lehet látni az embernek, díjugratás része volt. Aztán, ami az istálló munkákhoz kapcsolódik, amikor éppen az almot tolják a diákok a talicskában, de akkor nem az almot tolták, hanem egymást tolták. Meg volt egy hagyományosnak számító versenyszámunk is, mégpedig a lovas póló, petkós modra, amikor is a gyerekek egymás hátán lovazva, és lovas póló ütő helyett pedig egy söprűt alkalmazva próbálták a labdát terelgetni. Mennyire szívesen öltöznek be jelmezekbe adott esetben a diákok, illetve mennyire festik ki magukat, mennyire adják magukat a bohóckodáshoz ilyenkor? Ha megfelelő módon vannak motiválva, akkor természetesen nagy kedvük van hozzá, mert ők is szeretnék már, hogy vége legyen a télnek. Nagyon ötletes jelmezeket lehetett látni, nagyon ötletes festéseket lehetett látni. Egy-két gyerek nagyon meg is lepett azzal, hogy milyen kreatívan tudta a jelmezét elkészíteni, vagy éppen a festését elkészíteni. Tehát mindez motiváció kérdése, azt gondolom. Na igen, hát hogyha motiváció, akkor a tanárok motiválhatják leginkább a diákokat, és ezt meg is teszitek most már egy-két éve. A farsangi mulatság második részében aztán ti adtatok elő egy olyan műsort, amin azt hiszem, hogy aminek láttam, mindenki leült, vagy hanyat dobta magát, hogyan alakul a műsor, hogyan tudja a tanárikar ennyire ellazultan, ennyire frenetikus módon szórakoztatni a diákságot. Hát igen, azt gondolom, hogy a személyes példamutatásnak a pedagógiában nagyon fontos szerepe van. Tehát amikor azt várjuk a gyerekektől, hogy jókedvűen végezzenek valamit, illetve jókedvűen csináljanak valamit, akkor nekünk magunknak is ezt meg kell mutatni. Erre kiváló alkalom az farsangi mulatságnak a második része, a diszkó előtti műsor bemutató. És igen, a pedagógus kollégákkal együtt egy nagyon laza műsort sikerült összeállítani a gyerekek számára, amiben azt gondolom, hogy mindenki megmutatta azt, hogy ő is annak idején volt gyermek, ő is annak idején nagyon szeretett beöltözni, és nem állt ő távol senkitől a humor. Egyébként a próbák nagyon jókedvűen zajlottak, és azt gondolom, hogy a pedagógus kollégákkal együtt nagyon jól éreztük magunkat, mind a próbákon, mind az előadáson, és remélem, hogy ugyanígy voltak ezzel a diákok is, amikor meglátták a műsorunkat. Az első felvonásban boxmeccseket láthattunk, ahol a tanárok küzdenek ugye különböző rossz tulajdonságok ellen, és itt azért egy verses összeállítás volt, amiben azért különböző egy-egy diáknak a tulajdonságait is fellelhettük. Igen, az első részben gyakorlatilag, amivel szerintem minden oktatási intézményben azért küzdenek, vannak olyan negatívumok, amit szeretnénk megszüntetni, küzdünk ellene rendesen, és ezt kifiguráztuk egy ilyen boxmérkőzéshez hasonlatos dologgal. Küzdünk az alkohollal, küzdünk a droggal, mi hál' Istennek nem úgy, hogy ez nem is volt benne, de a dohányzással igen, a tiszteletlenséggel, mobilfüggőséggel küzdünk, tehát ezeket megpróbáljuk megszüntetni, és egy kis tréfás módon ennek így adtunk is egy kis hangot,
Utána pedig Ráski Péter tanár úrnak, ahogy ő mondta, népköltését adtuk elő, az első részében verses formában, a második részében pedig elénekeltük egy népdal formájában. Itt gyakorlatilag, ahogy tanár úr mondta, az egyezőség az csak teljes mértékben a véletlennek tudható be. Nem vettük ezt a gyerekeknek a dolgaiból és a fegyelem sértéseiből. Nem vettük azt sem, hogy a mobil függőség miatt, meg a Facebookos bejegyzésekből milyen hátrányok érhetik a diákokat. Azt gondolom, hogy egészen jól sikerült ez a része a történetnek. Poligyűri keserves címmel népköltészeti alkotást adunk elő. Írta maga az élet, előadja a Petkó tanári ének és tánckar. A valósággal való bármi nemű egyezés, csak a véletlen művelet. A Petkóban vígan kezdem a hetem. A koleszt még négykéz láb is megvan. Nem ittam, csak tekilát, meg madigát. Meg is kaptam a kinövési parancsot. Nem kafézom. Hetek óta teázom. A koleszban mégis mindig ráfázom. Ha előhúzom mellén zsebből a lapos üveget... Lajos! A tanár úr meghúzza a fülemet. A házirendet szigorúan betartom. A szobámba az atombomba becsapott. Fogják szokni, Zsuzsi. Koszos csizmák illata haszál. Ha nem elő tanár esze is elszáll. Igazán csak kevés tárgyak kedvedet. Leginkább a hétvégére tudnék örülni, ha nem kéne örülni a tetetnél. Gyakorlaton egész nap csak lapítok. Ha csak lehet a szociba lazítok. Hagyni kell, hogy más is tudjon egy kicsit dolgozni. És ezt tudom tovább is fokozni. Ugrottam a tigrissel. Mosultam. Falkontottam. Vizsgáltam a bolgot. A cseri erő sem segít rajtam, hogy ezt a két lusta dögöt elharcsam. Órákig. A döglött felé mélyen alszik, jó sokáig! Már csak abban reménykedhetek, hogy a tanár beveszi a mesét. Nem fogja!
változás csúcspontja a Hattyúk tava előadása volt, a Hattyúk halála. Hát ez azt hiszem, hogy óriásira sikeredett, mind ti, mind pedig a diákság jól szórakozott ezen. Igen, évek óta most már a farsangi mulatságunkon beszoktunk mutatni egy táncot. Tavaly is bemutattunk egy tréfás táncot, tavaly előtt is bemutattunk egy kicsit komolyabb táncot. Most aztán fokoztuk még a komolytalanságot, azt gondolom, egy balett előadással. A Hattyúk tavát próbáltuk előadni, a végén pedig a Hattyúk halálát is előadtuk. Hogyan értékeli ezt a diákság, hogyan lehet aztán évközben a tanórákon azért mégis tartani ezt a két lépés távolságot, viszont időnként leereszkedni egy másfajta szintre? Azt gondolom, hogy ahogy fogadták, az rajta van a felvétele, hogy frenetikusan fogadták az előadást, nagyon jó közönség voltak a diákok. Aztán a hétköznapokban visszazökkenve pedig gyakorlatilag ugyanott folytatjuk, ahol elkezdtük, tehát a tiszteletlenség az nem jelentkezik nálunk a tanórákon. Szünetekben megbeszéljük a dolgokat, nevetünk a diákokkal, előfordul a tanórán is, de nem ez a jellemző, itt komoly oktatás folyik.